Mi Hazánk mozgalom és a MIÉP tiltakozik az adófizetők 10 milliárdjaiból finanszírozott, a korrupció melegágyaként működő, kirekesztő makabi játékok megrendezésével szemben, és a kormánytól azonnali elszámolást követel a vizes VB-hez hasonlóan elszállni látszó költségvetéssel kapcsolatban. Elfogadhatatlan számunkra az, hogy míg az előző házigazda Németország 1,4 milliárd forintnyi euróból rendezte meg az Európai Zsidóság Olimpiáját, ha nevezhetjük így, addig Magyarországon a következő makkabi játékok költségei már meghaladják a 30 milliárdot is, ráadásul ott sem egészen, sőt, csak kisebb mértékben állták adófizetői pénzből, így összességében Németországhoz, az előző makkabi játékokhoz képest Magyarországon 300-szorosára rúg a megrendezéseknek a költségei. Elfogadhatatlan az is, és a rendezők gátlástalanságát jelzi, hogy a Kresszt is módosították az ő érdekükben, hogy a buszsávokat is ingyen használhassák, továbbá még a honvédséget is mozgósították a határa annak érdekében, hogy az onnan átcsoportosított rendőri erők a kirekesztők rendezvényét biztosítsák. Ilyen értelemben nehezen felbecsülhető, de a kormányzattól egyértelmű elszámolást várunk arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül jelen állás szerint ez a kirekesztő, rasszista rendezvény a magyar adófizetőknek. Különösen gyalázatos az egész ellenzék szerepe, mely most nem beszél arról, hogy mennyi kórházat lehetne építeni és felújítani ezekből a pénzekből, és különösen gyalázatos a Momentum szerepe, mely nem beszél most arról, hogy a zsidóság kirekesztő olimpiáját hogyan rendezhetik meg az adófizetők 10 milliárdjaiból. Elfogadhatatlan ez, hiszen hogyha van pénzük arra, hogy Magyarországot felvásárolják, ahogy azt Simon Peres, izraeli államfő 2007-es elszólásából egy gazdasági konferencián elmondott beszédéből tudhatjuk, akkor legyen pénzük arra is, hogy a saját kirekesztő rendezvényüket ne a magyar adófizetők pénzén finanszírozzák. Elfogadhatatlan tehát, hogy egy kirekesztő rendezvényt a magyar adófizetők pénzén finanszíroznak, ezért döntött úgy a Magyar Igazság és Életpártja és a Mi Hazánk mozgalom, hogy ebben az ügyben ismét tiltakozásának ad hangot, immár nem először, hiszen aláírást is gyűjtöttünk, több közleményt is megfogalmazott például a MIÉP elnöke is, Nagy Tibor, akinek ezúton átadom a szót. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim! Rasszista olimpiát rendeznek Budapesten 2019. július 29-e és augusztus 7-e között a magyar adófizeték pénzén a magyar sportolók kizárásával. Köztudott, hogy a részvétel nem kötött sportteljesítményhez, kizárólag faji diszkriminációhoz, azaz valójában nem sportrendezvényről van szó, hanem több mint egy hétig tartó tombolásról. A rendezvény nyíltan vállalja az aberráltak, perverzek szerepeltetését, a keresztény-európai értékek tagadását, azaz önmagában a legsúlyosabb provokáció a magyar nemzet ellen. Előre láthatóan a legutóbbi berlini makkabi játékok költségvetéséhez képest a 20-szorosát meghaladja ennek a rendezvénynek az ára, bekerülési költsége. És a korábbi rendezvények alapján ez az összeg, mint ahogy hallottuk is, jóval az események után is brutálosan növekedni fog. Előre kijelenthetjük tehát, hogy pénzmosás és korrupció kíséri a budapesti zsidó olimpiát. Mindezek alapján a Magyar Igazság és Életpártja a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz és az ENSZ-hez fordul, és keresi azokat a nemzetközi fórumokat, amelyek nem támogatói ennek az apartheid rendszernek. Hiszen a fagyűlölet semmiféle sportrendezvénynek nem lehet alapja, hiszen sérti az olimpiai eszmét, és szembe megy az ENSZ alapokmányával. Felszólítjuk a világ jóérzési sportolóit, polgárait, szurkolóit, hogy bojkottálják a budapesti makkabi játékokat. Sem sportolóként, sem nézőként, sem közömpös tűrőként nem működjenek közre. A provokációban résztvevő Duna Arena, a Margit-szigeti Hajós Alfréd uszoda, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Hidegkúti Nándor stadion anyagi haszonszerzés és faji diszkriminációban való közreműködés bűne miatt méltó arra, idézőjelben méltó arra, hogy kollaboráns vezetőinek a nevét nyilvánosságra hozzuk, leváltásukat kezdeményezzük. Amikor pedig a nyugdíjak
vásárlóértéke évről évre csökken. A kisnyugdíjasok nyugdíja egyre kevesebbet ér. Akkor Maccabi játékok helyett a milliárdokat a nyugdíjak, a kisnyugdíjasok nyugdíjainak emelésére kellene fordítani. Akkor, amikor a daganatos betegek itt a fővárosban is és szerte az országban nem tudnak megfelelő kezelést kapni, mert kevés a megfelelő berendezés, kevés az orvos, kevés az ápolónő, és a sorban állást nem azzal oldják fel, hogy további berendezéseket vásárolnak, hogy tisztességesen megfizetik a dolgozókat, hanem becsukják az ajtót, hogy csak később lehessen bemenni. Akkor, nos, akkor nem Maccabi játékokat kell Budapesten rendezni 30 milliárd forintért, hanem a betegeket kell ellátni, tisztességes berendezéseket kell vásárolni, újakat, és meg kell fizetni az orvosokat, az ápolónőket. Akkor, amikor a rendőrök, tűzoltók, önkormányzati köztisztviselők, pedagógusok bére valójában évek óta nem emelkedett, amikor ezen társadalmi rétegek bére egyre kevesebbet ér, akkor nem 30 milliárdért Maccabi játékokat kell Budapesten rendezni, hanem ezeknek a dolgozóknak kell a bérét megemelni. Amikor több százezer fiatal és középkorú magyar honfitársunk vándorol külföldre, és bizony egy jelentős részük már ott is fog külföldön családot alapítani, ott fog letelepedni, mert hazánkban nagyon sokan, akik itt dolgozni akarnak, nem tudnak tisztes munkabért kapni. Most amikor ilyen problémák vannak, akkor 30 milliárdért nem Maccabi játékokat, nem kirekesztő játékokat kell rendezni Budapesten. Köszönöm a figyelmüket!